Van-e valakinek bármilyen kérdése? Bármivel kapcsolatban. Tudjátok, a összejövetel a soha nem arról szól, csak hogy egy ember beszél és dumál, hanem ha bármi felmerült benned, vagy bármivel kapcsolatban van kérdésetek, akkor nagyon szívesen állok a rendelkezésetekre. Zoli két hetente szokott tartani ilyen kérdezfelelek műsort. Egy ilyen interaktív, az a, egy valamit látok, hogy miért van ez a műsor, vagy miért van ez az adás. Azért, mert olyan mértékű a mindannyian, te, aki most itt ülsz, én ezt bátran merem mondani, iszonyatosan tele vagy kérdésekkel. Ezt én szentül meg vagyok róla győződve. Tudom, mert én is tele vagyok állandóan. És ott történik a hitnek a kicsorbulás és az elvesztés, hogy nem merünk kérdezni. Mert azt gondoljuk, hogy az butaság, azt gondoljuk, hogy az hülyeség. Ha ebbe a világban nincs kérdésed, ha ebbe a világban nincsenek benned kételyek, itt csak hogy bátorítsak benned, itt leültünk Attilával, ott még ti összejöttetek egy pár szót váltani. Hát körülbelül 8 kételyt feltettél magadba, amit csak mondtál így kételyként, hogy ez forró, most én nem akarom ezt kiadni, mert ez a te dolgod, csak hogy mindenkibe benne van ez a kételj. És azért tartjuk ezt a műsort, mert megszokták azt az emberek, hogy meghallgatnak valakit, a kérdéseikre nem biztos, hogy választ kaptak, és viszik magukkal a vívódásaikat, a kérdéseiket, és tulajdonképpen az istentisztelet régen úgy működött, hogy az egyik eljött, nem volt ilyen forma, mint most. Nem volt ilyen szószék, amiről beszéltek, hanem eljött az egyik, és annak volt egy kérdése. Eljött a másik, annak volt arra egy fél válasza. Eljött a harmadik, annak volt erre egy másik válasza. Életem legszebb prédikációját tudjátok, mikor volt? Amikor hárman szolgáltunk egy összejövetelen, és a történetnek az egyharmad részét én kaptam meg, a történet másik részét egy másik testvér kapta meg, a történet befejező részét egy harmadik testvér kapta meg. És rá voltunk, mindannyian önállóan képesek voltunk elmondani önállóan a prédikációt, de mi volt a lényeg ebben? Ebben az volt a lényeg, hogy úgy került helyre a dolog, hogy mind a három ember elmondta a maga részét. És én nem azért mondom, hogy kérdezzetek, mert nem kérdeztek, leülünk, beszélgetünk, azt megyünk haza, ennyi. Csak hogy ne tartsátok magatokban, mert a szabadságnak az első fokát onnan veszed észre, hogy özönlik ki belőled. Mikor lett a szamári asszony szabad? Előtte mit csinált a szamári asszony? Azt mondta neki Jézus, azt mondja, hogy mondja neki, miért állsz velem szóba? Mondja neki Jézus, hát azért, mert szóba akarok veled állni, mert erre kellett jönnöm. Jó, de hát nem tudod, hogy én szamári vagyok, de tudom, meg azt is tudom, hogy 5 férjed volt. És mit mondta Szamária? Jaj, te zsidó proféta vagy, gondolom meg, én most majd itt elkezdesz fikázni, hogy én miért volt 5 férjem meg. Jézus azt mondja, nem, egyáltalán nem, csak mondom, tényként közlöm, hogy 5 férjed volt. És figyeljetek, mikor ment be a szamária asszony, olvassátok el, mikor megy be a városba, akkor mit mond? Örömmel újjong, és azt mondja, hogy 5 férjem volt, megmondta, hogy 5 férjem volt, és azt is megmondta, hogy a 6. az a csávó, akivel most egy bajbújok, az nem a férjem, és így üvöltözte bele a világba a bűneit, amit előtte így titkolt, hogy elbújt, hogy senkinek nem mert elmondani. Mi a szabadság, amikor kimered adni a kételyeidet, a fájdalmaidat, a kérdéseidet? Miért jó a házasság? Miért jó a házasság? Mert jó főz az asszony? Meg feszes marad mindig a feneke? Hát az én feleségem 5 gyereket szült, de azért lazult az a feszesség, teljesen normális, mert nem a fenekébe szerettem bele, hanem a szívébe. És tudom, hogy létezik egy ember, aki ezt, ha odabújok, annak el tudom mondani. Még azt is el tudom mondani, hogy drágám, egy mocskos tetű voltam ma. És nem az lesz benne, hogy tudtam én ezt már 30 éve, hogy... Szóval nem ez a válasz rá. Hanem ő a tetűt. Ha tetű, ha nem tetű, ha jó, ha rossz, azt mondja, hogy gyere, kis tetű, mondja csak. De az honnan megy? Az honnan kezdődik? Onnan, hogy én elmerem mondani neki. Na most a szabadság az itt kezdődik. És ezért vezettük be. És ez az egyetlen egy a szolgálatomban, amit a legtöbb támadás ér. Mert az az ember, aki mer feltenni kérdéseket, az elkezd gondolkodni. Aki gondolkodik, az már veszélyes az olyan prédikátorra, aki adjál pénzt! Azokra veszélyes, mert ő már gondolkodik.
De hogy tudsz gondolkodni, hogyha kérdezel, otthon hogy gondolkodsz? Leülsz, amikor belemész valami üzletbe, mit csinálsz? Elkezdesz magadba kérdéseket föltenni. Van ennek esélye, nincs ennek esélye. Van-e értelme, nincs-e értelme. Stb. Stb. Ez csak én azért mondom, hogy amikor összejöttök, akkor mindig szálljatok arra időt. Sokszor röhögünk az anonim alkoholistákon, tudjátok, hogy körbeülnek a széken, és akkor Zoli vagyok, 6 éve tiszta. Tudjátok, hogy mekkora dolog ez, amíg ők eljutnak odáig, hogy elmondják, hogy Zoli vagyok, 6 éve tiszta, nem iszom, stb. Óriási dolog. És én mindig csak bátorítani akarlak benneteket, mindig ha megyek valahová, akkor ezt felajánlom, ezt a lehetőséget. Ti meg hétről hétre összejöttök, mert rutinból megjöttök, csodálatos, sem zongorázik a testvér, a hasonmása tökéletesen gitározik, tehát tökéletesen működik minden, megszokod ezt a rutint. És közben eljöttél, és közben pedig meg akartad kérdezni, hogy olyan békétlenség van a szívemben, de nem mert. Tehát apámtól nem kérdeztem meg, mert hát elkezd gyanakodni, miért, jobb, ha nem tudja. Tesóktól nem merem megkérdezni, hát elmondja apámnak, és akkor sorolhatnám tovább. De hát akkor kitől kérdezed meg? És a szabadság az ott kezdődik, hogy mersz kérdezni. És ezt csak azért javaslom, hogy érdemes gyakoroljátok, mert én mindig ott vagyok otthon nálunk Dombováron, mindig be van készítve egy mikrofon. Be van kapcsolva a mikrofon, mert mindig engem látnak pofázni, de oda be van készítve egy mikrofon. Tehát ha oda egyszer, gyertek el, próbáljátok ki, oda jössz és kiveszed a mikrofont, akkor én tudom, hogy nekem le kell ülnöm a helyembe. Csak még senki nem merte kipróbálni. Ezért ott rohad meg a mikrofon benne a pulpitusba, mert még senki nem veszik ide. Az azért van ott az a mikrofon, hogy vegye a bátorságot, mert figyeljetek, ahhoz, hogy Zakeus meg tudott változni, az mi kellett? Föl kellett másznia. Muszáj volt valamit csináljon, föl kellett másznia a fára. Úgyhogy erre szerettelek volna bátorítani benneteket, hogy egymás között tegyétek ezt meg, kérdezzetek, mert aki kérdez, az már gondolkodik, aki gondolkodik, az nem fog elveszni. Ebben a világban gondolkodni kell. Leülni, gondolkodni, elmélkedni. Tudjátok, hogy mennyire kiveszett ez a világból? Ez a szó talán sokan fiatalok nem is ismeritek, hogy mit jelent az, hogy elmélkedés. Az elmélkedés az azt jelenti, hogy félrevonulsz egy... Na, ezt például javaslom neked, mert az elején kérdeztél valamit, ez például egy válasz rá, hogy kihagyok egy napot, amikor fölrúgom a programomat, mindegy, hogy kivel mit beszéltem meg, és ez egy olyan embernek, mint te vagy, vagy én vagyok, vagy itt sokan vagyunk, akik csak akkor látjuk értelmét egy napnak, ha reggel 6-tól este 8-ig hülyére dolgoztuk magunkat. Ha nem dolgoztuk hülyére magunkat, akkor olyan érzésünk van, mintha nem lett volna értelme annak a napnak. És akkor így hülyére dolgozva elmegy az életünk, és akkor a végén meg tele vagyunk kérdésekkel. Szakítsatok magatoknak olyan napot, amikor nem hülyére dolgozod magad, hanem magányodban félrevonulsz, nem kell hozzá pénz, semmi nem kell, wellness, semmi nem kell hozzá, egy fa kell, meg egy pad kell, amire reülsz, és végig gondolod az életedet, mert tudjátok, a változás honnan kezdődik? Amikor az ember önismeretet gyakorol. Mert a keresztény életünket tudjátok, mivel töltöttük el? Hogy mi van a te zsebedben, mi van a te életedben, állandóan azzal szarakodtunk, hogy kinek mi van az életében, és a nagy elfoglaltságunk közben mire ma nem maradt időnk, hogy az én életem pedig már mindenkinek kitakarítottam a szemetet az életéből, és hová fújta be a szél ezt a sok szemetet? Bele az én életembe. És ezért kellenek ezek a pillanatok, amikor leülsz, és még a világ is eszesebb nálunk. Tudjátok, mit mond a világ erre? Úgy hívja, a szakirodalom úgy hívja ezt, hogy én idő. Én idő. Erre mit mondanak az apukák? Nincs nekem erre időm, ha ellik a koca, csinál most, bocs, ez nektek szól. Helyi erőknek. De hát az fontos. Mi fontosabb? És beleragadsz a kérdéseidbe, a dolgaidba, stb. Értsetek, erre nagyon szükség van, hogy az ember önismeretet gyakoroljon, és ez a Zakeus eljutott erre, és azt mondta, hogy nekem már csak egy pázul hiányzik. Ő-e az. De csak akkor látta meg, amikor meg akarta ezt látni. Egy viccel hadd fejezzem be, ez nagyon tetszik, ez így ránk illik keresztényekre. Csávó autóbalesetet szenved, és leesik a szakadék, és elkapja az ágat, így fogja, és üvöltözik az Istenben. Nagyon nagy hívő volt, talán még lelkész is, fokozom a viccet, és kiabál, hogy Isten, 30 éve szolgálok, apám, hottent ott a keresztény volt, sajnos mindenki, ükapám, lelkész volt, karakószörcsögött, ments meg, tanácsolj, mit csináljak, nem bírom tovább. Egy égi hang megszólal, engedd el, fiam, a fát, és én meg foglak tartani.
emberünk szorítja jobban a fát. Még egy kérdésem lenne, nincs valaki más, aki tudna valami más mondani? Na, ilyen hívők vagyunk sokszor. A legutolsó pázel az arról szól, hogy engedd el a fát. Engedd el a fát. Úgyhogy ezt tudom tanácsolni, hogy akiben ez már forog, aki még az 1000 puzzle-ből a 86-at rakja, jó munkát, rakod a puzzle-t. De akinek az utolsó kerül a helyére, azt nem te fogod a helyére rakni, hanem azt az Isten. És abban nem is jó tanácsokat elfogadni. Nem is jó, mert nem tudnak tanácsolni, mert aki még nem tartott, nem tud tanácsolni. Én azt tudom tanácsolni, hogy el kell engedni a fát. És akkor ott kiderül, hogy hittél, vagy kamusztál. Kiderül, hogy őszintén Istent kerested, vagy csak jó volt ide járni, jó, befűtenek, tényleg rohadt meleg van, ezt jól csináljátok, vagy miért? Miért? És akkor nem számít, ha nem tudsz ide jönni 10 évig, vagy az élet elsodor téged, akárhová. Akárhová. Gyerekeimnek mindig azt próbáltam tanítani. Legszívesebben én a gyerekeimre, most ezt ti, akik majd itt örököltök, fogjátok be a fületeket, de a feleség hagyja nyitva, legszívesen semmit nem hagynék rájuk. Semmit. Egy forintot sem. Elmondom miért. Mert a nagy érték nem az, hogy mit örökölsz, vagy mit érsz el, hanem a nagy érték az, hogyha ledobnak téged valahol a világ bármely táján, bárhol, így ledobnak, és ott leesel, és összetöröd magad, onnan fölállsz, meggyógyulsz, és elkezded cselekedni, és létrehozol valamit magad körül. Na ez az érték. Ez az érték. Ez az érték. Ez az érték. És nem gonoszságból nem adnék, hanem azért, mert a legnagyobb érték ez. A legnagyobb érték. Ez a krisztusi lelkület, ami állandóan létrehoz és állandóan ad, és a semmiből is létre tud hozni. És ez egy csodálatos dolog. Majd meglátjátok. Most még csak időszakonként érezzük Isten lehelletét, de én azért várom a mennyet, mert eljön az a pillanat, amikor Isten lesz minden mindenben. És ez egy nagyszerű pillanat lesz. Részemről ennyi. Ez nagyon jó, amit most mondtál. Én 2025-ben én időt veszek egy évre, és elverem az összes pénzemet, ami van, érted, meg a családnak. Mondtam, hogy fogjátok be a fületeket, látjátok? Profétáltam. Igyekeztem, fiúk, igyekeztem összehozni, amit lehet. De semmi. Épp az előbb mondtam, hogy az én időhöz bőven elég egy fa, egy pad. Csak az, hogy egyszerűen én azt látom, hogy azért bukik meg rengeteg mutatvány, meg rengeteg, szóval rengeteg gyülekezet, jó lendülettel mindenen indul, de egyszerűen ott állnak az emberek, és vagy valaki rákényszeríti, hogy milyen legyen, de azért tudják rákényszeríteni, mert nem ismeri saját magát. Ne felejtsetek el, a Biblia, Jézus, amikor adott egy parancsolatot, mikor megkezdték tőle, melyik a legfontosabb parancsolat. Aztán mindannyian tudjátok elmondani, hogy szeresd az Uradat, az Istenedet, és szeresd az embertársadat, és Amen. Ez nem két szeretetről szól, ez a parancsolat. Szeresd az Uradat és Istenedet, szeresd embertársadat, mint önmagadat. Tudjátok, hogy ezek a embergyűlölők, akik utálják az embertársukat, azok miért utálják az embertársukat? Amen. Amen. És azt, hogy magaddal rendben legyél, azt hogyan tudod el? Úgyhogy meghívsz engem? Hát ne, amikor magaddal akarsz rendben lenni, akkor ne engem hívjál meg, hanem akkor magaddal legyél rendben. Az őszinteség mindig ott kezdődik, hogy magaddal kell a legőszintébbnek legyél. Volt az életemben egy szakasz, amiben nagyon bűnös életet éltem. És az a szakasz, az úgy kellett, hogy kezdődjön, hogy nekem tisztába kellett legyek azzal. 9 hónapig felgődtem egy börtönágyon, vittek mindenféle börtönbe, aztán itt Kecskeméten mellettetek végeztem a pályafutásomat, úgyhogy én félig Kecske, 2 évig állandó lakhelyem volt a Weberede utcai elfekvőn. És a lényeg az, hogy előtte 9 börtönben voltam, és mentem, 9 hónapig hurcibáltak a BV Tours jóvoltából, bejártam az országot, ingyen vittek, stb. De a viccet félretéve, egyszer csak nem vittek le vacsorázni, fönnmaradtam a börtönágyon, és 9 hónap eltelt már, és kérdeztem az Istentől, nem, az Isten kérdezte tőlem, hogy megszültött a szívemet, hogy mit akarsz?
mit akarsz ezzel a magatartással? És akkor újra elmondtam az Istennek, hogy egy óriási szemétség tőled, hogy én itt az életemet kitettem a gyülekezetért, oké, építettünk egy gyülekezeti házat, jó, rendben, áfát csaltunk, persze, hogy fel tudjon épülni a gyülekezeti ház, mert a gyülekezet nem tudott annyi pénzt összeszedni, muszáj volt ezt csinálni, én nem Tájföldre mentem el, nem nőztem el, stb. Elmondtam az Istennek, nem ez a kérdés, mit akarsz? És a börtönágy tetején minden egyes kulcsörgés, a 9 hónapig még csörgött a kulcs, és egy börtönbe elárulom nektek, 5 másodpercenként csörög a kulcs, mindig azt hittem, hogy kinyitják a börtönajtót, és azt mondják, hogy Rostály Zoltán kiderült ártatlan. Tűnés haza a családjához. 4 gyerekkel volt otthon a feleségem, picik voltak a gyerekeink. És a börtönágyon egy dolog történt, hogy az Isten az utolsó puzzle darabot a helyére tette. És nagyon érdekes, csak azért mondom az őszinteséget, hogy egy valamivel bocsátott az utamra. Hogy akármibe is fog kerülni, soha többet ne hazudjak saját magamnak. Hanem a nyavajám az a nyavajám maradjon. A nyomorúságom a nyomorúságom. A nehézségem a nehézségem. És ha nem hazadsz saját magadnak, akkor garantált, mert azt mondja, hogy szeresd embertársadat, mint önmagadat. Tedd azt, azt tedd másokkal, amit szeretnéd, hogy veled is cselekedjenek. És ha ezt megteszed, magaddal lerendezed, magaddal rendbe leszel, akkor utána fogod tudni szeretni az embertársadat, igazat fogsz mondani mindig a másiknak. Nem a másiknál kell kezdeni az igazmondást, hanem saját magadnál. Saját magadnál. Ne ringasd magad álmokba, te se fogod megúszni. Az utolsó puzzle darabot az Isten mindent meg fog tenni, hogy bekerüljön a szívedbe. És még egy nagyon érdekes dolog. Az utolsó puzzle darab elhelyezése, amit mondtam nektek, nem más helyezi el. Ott az Isten, ha máskor nem, de az Isten ott megjelenik neked. Nézzétek meg, csipkebokor, jobblator, az Isten, azért van az a Bibliában, hogy nekem arra kell, mert amikor az Isten azt mondja, hogy oda kell mennem, akkor ezt mindig megfigyeltem, ott egy utolsó puzzle darab elhelyezése történik. Pál apostolnál miért kellett elmennie Damaszkuszba? Mert az utolsó puzzle darabot elhelyezték a szívébe. A szamáriai azt mondja, miért ment délbe a kúthoz? Normális nő nem ment délbe a kúthoz. 86 fok volt. Azért, mert akkor ért oda Jézus. És az utolsó, ez fontos. Ez fontos. De a puzzle darab, az nem biztos, hogy a vég, az lehet, hogy a kezdet. Szerintem az annak a kezdete, amikor az Isten elpecsételi az embert. Mit jelent az Isten elpecsételése? Hogy én, jelenések 7:1-ben olvassátok majd el az elpecsételést, hogy én az Isten tulajdona vagyok. Most bocsánat, te mikor tudok az Isten tulajdona lenni? Amikor azt mondom neki, hogy a kezemet, a lábamat, a számat, a szívemet, mindenemet te használsz. Mert ez a te tulajdonod, nem az én tulajdonom. Ez a világ, jelen pillanatban a keresztények ezt keverik össze. Miért van a világon ilyen istentelenség, miért halnak meg gyerekek, miért halnak meg egészséges, jókedvű emberek, miért? Azért, mert a világ jelen pillanatban az Isten visszavette a tulajdonjogot, de jelen pillanatban mi emberek a jogot a világ uralma fölött átadtuk a sátánnak 6000 évvel ezelőtt. És egészen addig, amíg az Isten ezt vissza nem veszi, addig meg fognak halni ártatlan emberek, meg fognak halni gyerekek, el fognak vetélni nők, meg fognak ölni kisdedeket, és miért? Mert jelen pillanatban a gazda az az ördög. Jézusnak mit mond? Honnan tudom, hogy az ördög a gazda? Mit mond Jézusnak, amikor megkísértetik a pusztába? Hát miért tudta ezt megígérni? És Jézus nem mondta neki, hogy becsapsz, te mocskos gyík, nem is a tiéd. Jézus nem cáfolta, mert tudta, hogy az övé. Mit jelent az, hogy nem veszlek ki bennőket a világba, hanem megtartalak? Az ezt jelenti. Hogy itt fogsz élni tovább, de az utolsó puzzle darab a szívedbe, az mit jelent? Az, hogy fölkelsz reggel. Ez egy nagyon egyszerű. Ha Isten úgy gondolja, és most igazat mondok, és szívemből azt gondolom, akkor nekem a börtönbe belekerült az utolsó puzzle darab. Én úgy kezdem a reggeleket. Nincsenek nagy ima alkalmak, meg 6 órás bőjt, meg semmi. Istenem, mondd meg, hogy mit csináljak ma. Nagyon egyszerűen csinálom. Mondd meg, hogy mit csinálj. Kus van, semmi, egy szó nincsen, még sugallat sincsen. Fölöltözök, fölhúzom a gatyámat, megmosakszok, és elmegyek dolgozni, és csinálom a dolgomat, amit én elterveztem. Ez ezt jelenti. De azt mondja, hogy figyelj, ülj föl arra a szekérre, mert ott megy ez a szerecsen komolyik, és ez hülyén fog hazamenni, hogyha nem magyarázod el neki, akkor fölülök a szekére. Teljesen mindegy, hogy mit ígértem a polgármesternek, az alpolgármesternek, oda szólok persze, hogy elnézést, de családi okok miatt le kell mondanom a mai programomat. Ennyi.
Ennyit jelent. Mert mit jelent az utolsó pázol darab elhelyezése? Szólj egy szót, és hallja a te szolgád. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Ez az utolsó pázol darab. Amikor már nem számít, hogy én mit akarok. Nem számít, hogy mi lenne fontos. Nem számít, nem számít. Hanem azt mondja, hogy Uram, szólj egy szót. És kiket tud használni az Isten? Azt mondja, kövess engem. Követlek, persze, hogy követlek. Csak anyámat megölelem, öreg anyám csörögefánkot, nagyon jól csinálta, azt mondja, bekapok egyet, és már is követlek téged. Azt mondja, jó, akkor ne kövessél. Ne kövessél. Ez egy egészen más műfaj, az Isten kérés. És még egy, hogy az elpecsételt, nem csak az Isten tudja, hogy az övé, hanem te is tudod, hogy az Istené vagy. És azok a bizonytalanságok. Hát figyeljetek, én keresztényekkel ezeken a kérdésfeleleken, tudjátok, mi hangzik el a legtöbbet? 50 éve keresztény, 100 éve, 300 éve, mindegy, Mózes óta keresztény, nagyon keresztény. Van-e üdvösségem? Most bocsáss meg nekem, hogyha 1000 éve apád, anyád, mindenki keresztény volt, és neked felmerül a szívedbe, hogy van-e üdvösséged, akkor az miért merül fel a szívedbe? Mert az az utolsó pázoldalab, az a békesség, hogy azt mondja, hogy mi, figyeljetek, 1 Korintus, azt mondja, hogy sem élet, sem halál, sem jövendők, sem elkövetkezők, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, semmi nem tud elválasztani. Gyakran van az, hogy a gyermekeim, van most az egyik, akivel így nagyobb a fasírt, néha azt érzem, hogy bántja az, hogy az ember ilyen elkötelezett az Isten felé, de a gyerekeimnek is azt tudom mondani, hogy az a fajta szilárdság, az én életem értelmét, és ezzel nem bántani akarom a gyerekeimet, de az én életem értelmét, az én életem gerincét, az én életem jelentőségét az az adja, hogy egy teljesen szilárd meggyőződésem van abban, ami Jobbnak is volt, hogy egyben biztos vagyok, hogy akármi is történik, az én megváltóm, az meg fog állni, ha más nem a porom előtt. És ez a szilárd meggyőződéstől semmi és senki nem tud eltántorítani. Na ez az utolsó pázoldalab elhelyezése, hogy senki és semmi. Senki és semmi. És ez egy nagyon lényeges kérdés. Ez a leglényegesebb kérdés. Tulajdonképpen az ember földi élete erről szól. Hogy elkezdi, megengeded-e, hogy rakja az Isten a pázult, és a legvégén az utolsó. Az utolsó. Mi kiraktunk ilyen 1000 darabos pázult, emlékszem, hogy be is kereteztük. Mert annyit melóztunk vele, valami hülye tengeri ízét kaptunk, nem? Az egész kék volt. Én nem bírtam idegileg. Az én típusú emberek ezt nem bírják. Szóval nekem tényleg úgy kell az úr, valaki rakja be, azt kész, én hagyom, fölemelem a kezem, de én nem idegesítem magam, hogy keressem meg hol van. Borzalmas. És ez élet tovább az életedet, de én ma azért van szakadás az egyházban, és azért mondja, hogy az ítéletet Isten az egyházon kezdi, a hívőkön kezdi. Ez egy nagyon érdekes ez az ítélet, mert mi azt hiszük, hogy majd elveszi a vagyon. Nem ez az ítélet, hanem az ítélet az az, hogy na most pajtás. Együtt járogatunk itt, találkozgatunk vasárnaponként, szombatonként, fogdosod a Bibliádat, valamit tudsz is belőle, most akkor játszunk egyenes kártyákkal. Lehetek-e én a te tested tulajdonosa, ha már én teremtettem? Odaadod-e magadat, vagy nem? Ez a nagy kérdés. És ez minden ember életében egy nagyon nagy kérdés. Mert egészen addig, amíg azt csinálsz, amit akarsz, addig olyan nagy gond nincsen. Hanem amikor azt mondja az Isten, hogy ne Tarzisba menjél, ne Tarzisba menjél, ne, Ninivébe menjél. De Ninivébe nem megyek, hát azok rohadékok, asszírok, hát azok le fognak igázni bennünket, azok pusztuljanak meg, nem, én Tarzisba megyek. De ne Tarzisba menjél, Ninivébe menjél. De nem akarok Ninivébe menni, értsd már meg. És csak szeretném elmondani, hogy az utolsó pázul darab elhelyezését az Isten mindenképpen meg fogja próbálni. Ha cethal kell hozzá, akkor is meg fogja próbálni. És egyre vigyázz, hogy az Isten be akarja ezt helyezni. Csak nem mindegy, hogy te engeded, vagy ott ülsz a tök alatt, végignézed, amit csinálsz is, és ott durrogsz a tök alatt. Tudtam én, hogy más Isten kellett volna. Valami engedékenyebb, valami más, aki hagy engem békét. Tudtam. Akkor végig fogod nézni a tök alatt. De az Isten végre fogja hajtani, mert ez a lényege, hogy ő mindent megtesz. Azt mondja, hogy a szeretetéből adódóan mindent megtesz. De ez egy nehéz kérdés lesz. Ez egy nehéz kérdés lesz. A B oldalon, én az 50 felettieket hívom B oldalnak, ugye az A oldal olyan szép, ha régen, aki még emlékszik rá, hogy voltak kazetták, CD-k, most már nincsen, mi van már, Netflix van. Mi volt még, kazetta, szalag, lemez, stb. Volt A oldala és volt B oldala.
És megfigyeltem, hogy az A oldalán voltak a jó számok. Az első szám az volt a sláger. Yoma Heart, Yoma Soul, Modern Talking. 30 alatt semmit nem mondasz. 50 fölött mindent. Az első fiú, aki dobálta a haját, nem tudtuk eldönteni, hogy most mi történik. Homok van-e a rendszerben, vagy nincs homok a rendszerben, mi van, mi a baj ezzel az egésszel? Főleg, amikor fölment 6 oktávval, hogy jamaha, nem, én nem tudok, bocsánat, nekem nem megy, de most mi van, téglával összecsapták a golyóit, vagy mi történt, vagy ilyen, alapból ilyen, mi történik? És az A oldalon voltak a jó számok. Viszont valamiért rárakták a B oldalt is. A B oldal. Viszont B oldalon volt a mondani való, megfigyeltem. Az A oldalon ilyen limonádé, gyere szívi, elkaplak, futunk a tengerparton, fúj a homok, ígyunk koktélt, ezek a... mindenki szereti. A B oldalon voltak a mondani valók. Ezért szeretném elmondani, főleg ha elhagytad az 50-et, a B oldalon mondani való van. Az A oldalon meg élmény, szórakozás, boldogság, öröm a B oldalon. Szívás, de... mondani való, de mondani való. Ezért, amikor ilyen idős emberektől megkérdezem, ilyen 70-80 évesektől, hogy Józsi bácsám, szeretne újra 25 éves lenni? Takarodjál innen, gyerek! Eszembe sincsen. Hát újra olyan hülye legyek, mint amilyen voltam. Hát ez tök jó így. Hát most már ez senki is tud, mit nem vesznek, ezért mondja a Biblia a kor tiszteletét. Tiszteled apádat és anyád, az mit jelent? Ma rámész a Google-re és megkérdezed, hogy Google, mondd meg nékem, ki a legszebb a vidéken. Kérdezd meg apától, anyától, vagy a legidősebbtől, a faluból. Ne a Google rabbitól kérdezd meg. Úgyis megmondja, amit hallani akarsz. De a legnagyobb érték a megélt idő és a megélt kor. Miért? Mert önnekik már az utolsó puzzle darabot helyezik el. És akinek megvan az utolsó puzzle darab, az rendben van. Az rendben van. Húzzunk haza, nem? Elég volt. Nem még? Maradunk? Szurkolok nektek, fiatalnak, idősnek egyaránt. De ez a legfontosabb. Parancsolj! Mit tapasztaltál a szolgálatod alatt, hogy mi volt legtöbbször emberek életében az, ami betöltötte ennek az utolsó pászudalomnak a helyét? Van esetleg tendencia, vagy gyakrabban... Nincs, teljesen eltérő. Van, aki halálos beteg lett, és abban ismerte meg, hogy kell neki az utolsó pászudalom. Van, aki szegény volt és meggazdagodott. És abban ismerte meg, hogy semmit nem boldogított rajta, hanem rosszabb. Nagyon-nagyon eltérő. Nagyon-nagyon eltérő. Ez egy érdekes tanulmány is lehetne, hogy ki mit hoz az életében, ki mit örököl, ki mit... Azért ne felejtsük el, úgy születünk, hogy hozzunk a vérünkben bűnöket, hozzunk a vérünkben örököl dolgokat. Ki tudja, hogy a pár ezer év alatt mi minden gyülem lett fel egy vérben, egy lélekben. Nagyon eltérő. Ezért mondta azt az Isten, hogy nekünk embereknek egy valami tilos, meg az Újszövetségben is tilos, az ítéletalkotás, hogy ne ítélj. Miért az ítéletalkotás? Azért, mert ha én mondjuk az Attilát meg akarom ítélni, akkor én a következőről tudnám megítélni. Van egy tök jó órája, van egy gyűrűje, van sok gyereke. Ezek a gyerekek még élnek, tehát föl tudta őket nevelni, stb. Nem az apjukkal laknak. Ugye? Nem ott laktok? Külön laktok? Na akkor még házat is kaptatok. Tehát ebből tudnék ítéletet alkotni. És ezért embernek nem szabad ítélni, mert én ebből tudnék egy ítéletet alkotni. És akkor maximum eljutnánk odáig, hogy amit én kialkotok. De az Isten azt mondja, hogy azért ne ítélj, mert a leglényegesebb dolgot azt te nem látod. És az Istennél a leglényegesebb dolog, tehát amit látok, az a 10%, amit nem látok, az a 90%. Sámuel, amikor meglátja a Dávidnak a tesóit, jön a Abinádába, Samma, jönnek vaze a gyúróteremből, ki vannak gyúrva, mint az állat, barnák, most jöttek Jamaikáról, stb. Mondja Sámuel, négy lány jön utána, az a falubikája, ez lesz a király. Jön a másik, ő szónokol, fantasztikus dolgokat mond, ez így tud beszélni, ez lesz a király. És akkor mit mond neki az Isten? Sámuel születésétől fogva az Úrnak volt rendelve, tehát ő 5 éves korában, vagy mikor már templomba ébredt, és ő hozzászólt az Úr, nem Élihez a főpaphoz. Tehát nem egy ilyen futottak, még hülye gyerek volt. És azt mondja a Sámuelnek az Úr, hogy Sámuel, nem így mondta, hogy Sámuel agyon be, hanem
az Isten nem így beszél, hanem szelíd hangon, Samuel, egy valamit jegyez meg egy életre. Te azt láttad, hogy izmos, erős, jól beszél, alkalmas rá, de nem látod. A szívében egészen más van. És nézzétek meg, amikor Dávid Góliát története van, akkor mit csinálnak a tesók? Mit mondanak Dávidnak? Azért jöttél ide, hogy jázd az agyadat? Azért, tehát ott már rögtön kijött, hogy mi volt a szívükben. És mi volt Dávid szívében? Ül a Saul a retyón. Dávid bebújik alá. Ott van kezébe a kard. És halálos ellensége volt. Mit kellett volna Dávidnak csinálnia a karddal? Beöntést. És mit mondott Dávid? Az Isten ezt nem mondta nekem. Igaz, hogy halálos ellenségem, és nagyon szeretném levágni mindenét, ami kilóg belőle, de nem teszem meg, mert az Isten nem szólt ebben nekem. És mit mond az Isten? Dávidot kétszer meg kellett volna ölni. Mikor Nátán bement hozzá, azt kellett volna mondani, Dávid egy rohadék volt, emberileg. A saját tábornokának, a saját katonájának elcsábítja a feleségét, lefekszik vele, gyereket csinál neki, és utána úgy tusolja el az ügyet, hogy ezt a hűséges emberét, a hiteles Úriást kirakja az első vonalba, és megöleti meg. Tehát nem csak az, hogy ölt, meg hogy házasságot tört, hanem valami borzalmas lelketlenül csinálta ezt. És bemegy hozzá Nátán, és a következő mondja, hogy nem halsz meg. Miért? Mert az Isten látta a szívet. Pedig az emberek, ha megtudták volna, miért csak Nátán tudta ezt meg? Azért, mert az emberek azt tudták volna, hogy figyeljetek, amikor a szíved jó, most meredek lesz, amit mondok. Nagyjából teljesen mindegy, hogy mit csinálsz, az Isten a saját törvényét is szembe köpi. Mert az Isten mit csinálta Dáviddal szembe? Ki mondta azt, hogy a házasságtörőt meg kell kövezni? Ki mondta azt, hogy a gyilkost meg kell ölni? Maga az Isten mondta azt. Ez az Isten törvényében volt benne. És miért kellett fölfüggeszteni? Azért, mert Dávid király volt. Nem, egy miatt függesztette fel az Isten. Mert a Dávidnak olyan volt a szíve. A Dávidnak olyan volt a szíve. A szív a legnagyobb kincs. A szív a legnagyobb kincs. És ezért nagyon eltérő. Nagyon eltérő. Mindenkinek, én azt vettem észre, hogy mindenkitől a legdrágábbat. Az egyetlenét. Az épet, amit kézzel, amikor egy életen át sikerült, annyi mindent átadtál az Istennek. És a nehézségeket, az időket, az éveket túlélte az a kis akármiatt a szívedbe, és mindig meglapult, és mindig túlélte. És te már lehet, hogy nem is gondoltál rá. Nem is foglalkoztál vele, mert ugye mit jelent azt mondja a Biblia, azt mondja, hogy a végidőkre vigyázzatok, mert gonoszságokat fognak becsempészni a szívetekbe. Én csempészni úgy az Attila zsebébe, ha profi zsebtolvaj lennék, csak úgy tudnénk kivenni a zsebéből valamit, hogy ne, mi a jó csempészés, amit te nem veszel észre. Tehát a dolgokat úgy van becsempészve a szívedbe, azt jelenti, hogy nem is veszed észre. És azért világít rá az Isten. Mit jelent az elpecsételés? Az, hogy egy óriási reflektor megy a szívedre, és mutatja, és ha csak egy maradt, akkor adjunk Istennek hálát. De az Isten ezt megpróbálja, mert ezt jelenti a szeretet, hogy én elmegyek érted a falig. És az Isten elmegy. És te mondhatsz rá nemet. Ahogy a gazdag ifjú története megint nem pénzről szól, ezt csak mi találtuk ki a hídgyülekezetében, hogy minden pénzről szólt. A nagy túrót. Ez nem pénzről szólt, ez lelkületről szólt. És azt mondta az Isten, hogy egyszerűen minden elment a falig a gazdag ifjúra, és azt mondta, hogy minden, tényleg mindened meg, tényleg tök jó hívő vagy, tényleg lehetnél vezetőpásztor, lelkész, totum factum, pápa, akárki. De van egy fogyatkozásod. Van egy fogyatkozásod. Péternél például nem azért imádkozott Jézus, hogy ne tagadja meg. Meddig tartott volna Jézusnak azért imádkozni? Most meg nem tagadsz meg engem. Hanem azért imádkozott, hogy ne fogjon el a hited. Mert amit utána kapsz, na az lesz a durva. Mert mi itt romantikusan elolvassuk ezeket a történeteket, de kézzétek el, Péter megtagadta. És amit mondtak a többiek? Hát, amit mi mondunk néha egymásra. Ez az a Péter, aki megtagadta. Ez az. Ez. Mikor kiállt prédikálni, és 3000 ember megtélt, akkor mit mondtak? Igen, ez prédikál nekünk. Ez, aki megtagadta 3-szor, ez beszél Jézusról. Na most ez azért kell, bocsánat, hogy ilyen férfiasan mondom, ezért kell, hogy vér legyen a pucádba, hogy oda tudjál állni, és azt mondta, hogy mindegy, én az én uramnak esek és állok, és ez, na ez jelenti az utolsó pázula helyére kerül, hogy olyan szilárd meggyőződésed lesz az Istenben, hogy sem élet, sem halál, sem ez, semmi nem választhat el az Istentől. És erre szükségünk lesz. Erre szükségünk lesz, mert Jézus azt mondja, hogy ne a háborúktól, ne a Putyintól, ne ezektől. Azt mondja, hogy nem ez a lényeg, felejtsd el, nem ez, hanem vigyázzatok, hogy nehogy
elhitessenek benneteket. Midet hitetik el? A szívedet fogják elhitetni, mert minden dolog a szívből indul ki. És ha te a szívedet nem adod, ennek gyakorlati oka van, ha a szíved nem 100%-ban az Istené, akkor mindig ott marad egy pici rés, amit bele tud tenni a sátán. És ezért kell a szívet kell odaadni. Dávidot ezért mentette meg, mert Dávid nem volt tiszta a szíve, de képes volt arra, hogy odaadja a szívét az Istennek. Amikor az Isten megszólította, odaadta a szívét az Istennek. Odaadta a szívét. És szerintem ez a hitélet lényege. Nem az, hogy éppen most állva tapsolsz, vagy ürve, hanem ez a hitélet lényege. Amit Pál is mondta, hogy a pályámat megfutottam. Uram, tiéd a szívem. Tiéd mindenem. Nagyon eltérő, és nagyon tragikus. Nagyon tragikus. Nagyon szörnyű. Amiket így látok. És azt látom, hogyha beleszaladsz egy ilyen körbe, hogy az Isten el akar, hogy helyezni a puzzle-t, és te tiltakozol, akkor azért nem tudod olyan könnyen lerázni. Azért fut veled még egy kört. És ezek a körök, ezek egyre, azért érzitek azt sokan, hogy egyre nehezebb ezt az Istent követni, mert lehet, hogy már rég ezeket a köröket futod, csak mindig a pofonfát rázod meg, és nem akarod odaadni a szívedet. De már rég ezeket a köröket futod. Rég. Olyan megdöbbentő, nem mikor megkérdezik, azt mondja, hogy Uram, hát elhagytunk téged, hát mit kapunk ezért? És akkor nézd meg, mit kaptak. A 12 apostolból, ugye a Júdás az felakasztotta magát, a János halt meg egyedül természetes halállal. A többit mind megölték. A zsidó 11-et, ha elolvassátok, a hithőseit. Nem akármilyen palik vannak benne a hithősei között. Azt mondja a hithőse, hogy azért lettek a hithősei, mert az, amire vágytak, azt az életükben ők nem látták meg. Tehát a hit az, amikor nagyon sokszor megkérdezik tőlem, hogy mit tegyek azért, hogy a gyerekem Istenben legyen. Ugye ez egy szülőnek, főleg ha öregszik, már ez egy nagy kérdés, főleg ha látja a gyermekét elsüllyedni. Lehet, hogy te nem fogod meglátni. De az a hit, ami benned van, ne felejtsd el, az rád is vonatkozik, hogyha ha te gabonamag vagy, és nem valami riszrosz mag, hanem gabonamag, akkor ha a gabonamag elhal, akkor az képes gyümölcsöt teremni. És a hithőseiben ez volt az érdekes, hogy ők maguk nem látták meg, de a csoda megtörtént. A csoda megtörtént. Rengeteg olyan bizonságot tudok, hogy a szülőnek a legfőbb vágya volt az, hogy lássa a gyerekeit az Istenben járni. És akkor meghalt a szülő, akkor néhány hónapon belül a gyerekei rájöttek, hogy, mert elhalt a gabonamag. Rájöttek, hogy ez. Nagyon egyszerű azt mondani valakinek, hogy szarul nevelted. Hát... Na, ezt csinálják általában az egyházak. Ezt nem hittél, szarul, ez egyáltalán nem. Hát ott volt Jákob. Jákobnak 12 fia volt, nézzétek meg. Hát a Józsefet eldekázták. 12. Ézsauról azt mondja Izsák és a Rebeka, Ézsauról, hogy Ézsau úgy élt, hogy akiket odahozott nőket a házhoz, azok a lelkük keserűsége volt. Tönkre tette az életét. Izsáknak és Rebekának nem szegénység, nem emberek tették tönkre az életüket. Az istentelen életmódjukkal. És mégis továbbment. Mégis lett Jákob, lett József, és mégis továbbment a vonal. Miért? Mert lehet, hogy az életében nem látta meg. Káin megöli Ábelt, a választottat, az Istent. Mit csinál? Éva, Ádám mondhatta volna, azt nem érdemes. Kidobtál bennünket, mi is megöljük magunkat, kész. Nekiugrottak, nem nézték meg a barátok köztet, meg a Dancing with the Stars, hanem csináltak egy Sét nevű gyereket. Ez Sét nevű gyereket. És ha most visszanézed a Jézusi ágat, akkor az Ábel kiesett. Na de ehhez kellett az Ádám és az Éva, akinek azt kellett mondani, hogy figyelj, most nem kapálni mész, nem kaszálni mész, hanem bebújsz Éva mellé, és úgy, ahogy először csináltátok, ahogy mutattam, egy ugyanolyat. És ott lett a Sét. És akkor se hiúsult meg. Amikor mindenki kihalt a Jézusi vonalból, mindenki, akkor egy Ráháb nevű prosti, Jerikóban azt találja mondani, hogy én segítek nektek, de ezért cserébe ti is bevesztek engem a buliba. Ez a nő nem pénzt akart, ez a nő rájött arra, hogy az az Isten, akik a zsidókkal van, az igaz Isten, és rájött arra, hogy aki Jerikóban van, azok kamuk, azok csíksomlyói bucsú, kamu, szent jobb körmenet, semmi, nincs jelentősége. És mi történt?
Most ha végignézed a Jézus családfáját, akkor ilyen fazonok vannak benne, hogy Ráhab. És akkor mi meg jövünk a hit hőseinek, gondoljuk magunkat, hogy hát de egész kit érdekel? Ő neki volt olyan a szíve. Ennek a Ráhabnak olyan volt a szíve. És tudjátok, hogy csak, ugye már mondtam sokszor a végre, de hát ha nem mentek haza, akkor addig pofázok nekem mindegy irány. Jerikó, hogy omlott le Jerikó? Csak vizuális, én mindig vizuális szeretek lenni, mert így érted meg a Bibliát. Ne csak olvas, mert a betű szétlövi az agyadat, elalszol és kész. Ha nem tudsz aludni, akkor olvassál Ézsaiás könyvét, fogsz tudni aludni, ne aggódjál. Ha még mindig nem tudsz, három Mózes. Ennyi, kész. De ha beleéled magad, Jerikó, ott áll a világ legnagyobb hadserege, a NATO. Ott van, és azt mondják, most megyünk, csihipuhi. Jönnek ilyen Attila darab, cselgáncsosok, csihipuhi, lenyomjuk őket, mint a bélyeget. Mit tudnak ez Isten? Fiúk, csak séta. Csak séta, csak séta. Jó van. Következő nap. Csak séta. Oké, eljött az utolsó nap. Na most már váról indítható rakéta. Nem, séta, de hétszer. Hétszer. Figyeljetek, mit olvasunk, hogy pusztul egy Jerikó? Leomlanak a falai. Na most legyél vizuális. Nem omlott le teljesen a fala, mert egy pici kis szeglet, ahol a Ráháb élt a családjával, ahol lógott ki egy piros kendő, vagy egy madzag, az ott maradt. Az ott maradt. Mert mit így, nem mondta, hogy a Ráhábjukat elköltöztette szükséglakásba, hanem ők ott maradtak, őket ott tartotta meg. Na, ezt jelenti az utolsó puzzle dalap, hogy lehet, hogy leomlanak Jerikó falai, de ott maradt. És Ráhábnak ott már nem az volt a lényeg, hogy milyen vagyona volt, meg milyen befektetése volt Jerikóba, mert az úgy néz ki, hogy ment a levesbe. Hanem az, hogy ő életbe maradt, a háza népe életbe maradt, és még egy fontos dolog volt, azt ő még akkor nem tudta, hogyha most visszavezetjük Jézus családfáját, akkor ott van. Rút, moábi talány. Mit csináltak a zsidók a moábitákkal? Pusztuljon a férgese. A Rút mit talál mondani? Egyetlen egy jó mondata volt. Azt mondja az anyósának, azt mondja, hogy ahová te mész, oda megyek én is. Ahol te megszállsz, ott megszállok én. Mi lett Rúttal? Jön egy Boáz nevű csávó, elrendezi, és ő is benne van a családfába. Egy moábita lány. Egy szamáriai embernek mondja, egy római katonának, aki leigázza az izraelieket, annak mondja, hogy ilyen hitet Izraelben nem láttam. Azt kell megérteni, emberek, hogy az Isten nem úgy helyezi le az utolsó puzzle darabot, hogy te baptista, pünkösdista, trapista vagy, tehát nem így, hanem úgy, hogy mit adtál oda a szívedből. És minden ember eljut az életének arra a pontjára, amikor már ez a kérdés, hogy mennyit adok oda a szívemből. Kié a szívem? És itt épp beszélgettük, hogy a rangsor, én az életemből 30 évet úgy engedtem el, hogy olyan volt a rangsor, hogy gyülekezet, Isten, haza, család, vagy valami ilyesmi. Isten. Feleségemnek szoktam mondani, hogy szeretem, mindennél jobban, mindenkinél jobban szeretem, de csak a második. Pedig mindent megtett. Miért a második? Mert a utolsó puzzle darabot ő, ha lenne rá lehetősége, már rég berakta volna. Már mikor megházasodtunk, akkor berakta volna. Könnyebb dolga lett volna, de nem tudja berakni. Mert ez csak az Isten. Ne felejtsétek el a legjelentősebb pontot. Ki csukta be a Noé bárkájánál az ajtót? Isten. Gondoljátok, hogy Noé nem nyitotta volna ki, ez a sok szerencsétlen ott kiabált, megfulladunk. Ott fulladtak meg. Ott. Hát ez egy jó lelk, ez Noé volt. Ez nem egy ilyen neres, lelketlen valami volt, ez Noé volt. Ennek volt szíves, nem tudott kijönni, nem tudott vele semmit csinálni. Mert az Isten rendezi ezeket el. És itt van a nagy fordulópont, ezt már nem tudod kiérdemelni, nem tudod elérni, nem tudod kikaparni, nem tud, ezt oda kell adni. És ez nagyon nehéz, ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Ebbe 5-szer, 6-szor, 7-szer, 8-szor belehalunk, mire odaadjuk. Az a jó ebben, hogy az Isten fut köröket. És nem hagyja annyiba, hanem fut köröket. Csodálom mindig az időzítését, hogy... Szóval itt egy jó válasz van, hogy szólj, Uram, mit cselekedjek. Nincs több jó válasz. Tényleg csináljatok valamit, mert én addig fogok beszélni, amíg itt ültök. Köszönjük a szolgálatodat. Csináljatok. Játom, hogy dicséretet, sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek.
és utána behozunk a kaját, és akkor úgy beszélgetünk egymással, hogy szabadon, akkor lehet, hogy kajázni, és lehet, hogy beszélgetni.